egyáltalán nem hasonlít rá, mivel Señora Raquel nem kedveli az ábrázatom. Örülök, hogy megismertem. Szintén. És mi történt? Nem úgy volt, hogy a szüleid Európába küldtek tanulni, hogy elválasszanak Ruth-tól? Igen, ez történt, de megszöktem és visszajöttem ide. Ha. Akkor összevesztél a szüleiddel? Nem, ők nem tudják. Pénz nélkül maradtam, és nincs hová mennem. Micsoda bátorság! Mindig, amikor hallom, mennyire nyugodtak a fiatalok, én dinoszaurusznak érzem magam. Az ő helyében nem tudnám, mit csináljak, és kéz idegroncs lennék. Viszont ha valóban ez a helyzet, mint ahogy állítod, miért nem jössz az én házamba? Ugyanúgy meg foglak védeni, mint ahogy a fiaimat is. Anya! Anya, nem gondolod, hogy legalább a véleményünket kikérhetnéd? De fiacskám, kötelességünk segíteni ezen a fiatal emberen, mert ő Ruth barátja. Biztos vagyok benne, hogy jól fogja érezni magát. Jaj, Melissa, köszönjük szépen. Látod, hogy mindenre találunk megoldást. Úgy tűnik, hogy mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk. És ez az, amire most nagy szükségünk van. Reménytelenek, Juan. És ezt a szemükbe is fogom mondani. Miképp lehetséges, hogy még nem fogták el azt a nőt? Mi haszna van a rendőrségnek, ha még erre sem képesek? Azt mondják, már nyomon vannak, de miféle nyomon? Az a nő valahol bizonyára jót nevet a markába, Juanito. És ráadásul még mások is eltűntek. Dinóra barátai és udvarlói. Azóta sem találják őket. És vajon... hol lehetnek most azok a szerencsétlenek? Hol lehetnek? Ha? Bizonyára valahol jó mélyen a föld alatt, azon a környéken. Ott, ahol majdnem megölt minket. Számos furcsa gödröt láttunk. Ruth-tal együtt engem is bedobtak egybe, és nagyon nehéz volt kijutnunk onnan. Nézd, Juan, ne legyen a nevem Franco Reyes. Ha nem ölt már meg néhány férfit az élete során, és büntetlenül megúszta a tetteit. Juan, el kell vinned a rendőröket a gödrökhöz. Szeretném már végre elfelejteni ezt az egész ügyet. Normával és a fiammal akarok foglalkozni. Dühös leszek már attól is, ha csak arra gondolok, hogy mostanra rég nős lehetnék. Nagyon dühös. Így igaz. Juan mostanra már megnősült volna, én pedig Jiménával élhetnék. Teljesen egyetértek veled. Valóban együtt kéne lennetek. Na és mi van veled és Saritával? Ahogy látod... Doña Gabriela, a közelünkbe se engedi őt. Nem jöhet el ide. De én ma délután meglátogatom. Köszönöm szépen! Cserébe egyre kevésbé lehetek hálás neked. Szövetkeztetek ellenem. Nem tudom, hogy milyen butaságról beszélsz, Fernando. Jaj, ne nézz hülyének. Tudom, hogy te és a testvéreid. Meggyőztétek Gabrielát, hogy kételkedjen bennem. Azt akarja, hogy menjek el? Így van, hazudnék, ha azt állítanám, hogy most is tévedsz, Fernando. Én és a testvéreim mindent megteszünk, hogy az anyánk végre észrevegye, hogy mennyire kellemetlen az itt léted. Az jobb lesz neki, ha egyedül marad, ugyanis mindannyian el fogjátok hagyni. Ez nem igaz. De igenis el fogjátok hagyni. Juan Reyes visszatért.
Norma hamarosan el fog menni a birtokról, mert feleségül megy Juanhoz. Valószínűleg Jimena is Oscarral akar majd élni. És akkor ki fog itt maradni Gabrielával? Te? Elképzelhető. Nem hiszem el, hogy feláldoznád magadat az édesanyádért. Ez kizárt. Te is el fogod hagyni Franco Reyesért. Én senkit sem fogok itt hagyni, Fernando. Azon a napon fogok elmenni erről a birtokról, amikor férjhez megyek. Amíg egyedülálló vagyok, itt maradok anyával. Akkor viszont egész életeden át itt fogsz élni édesanyád mellett. Ugyanis Franco Reyes biztosan nem fog elvenni téged. Szemétalak! Azt sem tudod, mit beszélsz! Jól tudom, hogy ő sosem hagyja el a szeretőit. Így Rosario Montes sem. Sajnálatos módon el kell fogadnod, hogy csak a szénában hancúrozhat Franco Reyes-szel, ahogy a szajhák szoktak. Elég! Engedd el! Engedd el, te gyáva! Nem elég hozzájön a testvéremhez! Engedd már el! Hogy merészeled? Te is megkaphatod, elegem van belőletek! Te rohadék! Nyugodjon meg! Nem tudom, nénikém. Esküszöm, hogy nekem nem mondtak el semmit. Mégis, hogy beszélhettem volna velük? Hajnalban jöttek haza, és akkor már mélyen aludtam. Most meg persze még ők alszanak, nénikém. Rendben. Tartsd egy percük. Anyu! Anyuci! Anyu! Miért nem fogod be a szádat, te zajos dagadék? Maradj csöndben és hagyd minket aludni. Egész reggel csak zajongsz és lármázol, ducikám. Tudod, mennyi az idő? Nem, és nem is érdekel. Ma nem mész be az üzletbe, Leandro? Nem, és ha Bettina hívna, akkor mondd meg neki, hogy spirituális utazáson vagyok. Éppen telefonon beszélek az őnyörrel, kell itt a nénikémmel. Aggódik amiatt a hálátlan rút miatt, és róla akar kérdezősködni. Jól van, add a telefont. Halló, nénikém? Itt van Leandro. Adom a telefont. Tessék? Tessék, nénikém? A drága egyetlen nénikém nem akar beszélni veled. Ugyan gyűlöli anyád, de inkább őt akarja megkérdezni, hogy hogy van Ruth. Anyu! Anyuci! Anyu! Fogd már be, te dagadék, olyan hangos vagy, mint egy sziréna. Ha ebben a házban az egyetlen szirén, az te vagy. Jaj... Mi történt, Benito? Az ég szerelmére most meg mi történt? Telefon! Miért hívtál? Raquelita a nénikém akar beszélni veled. Jól van. Halló? Nem az az anya! Itt van a kagyló, tessék! Miben segíthetek, Raquel? Nem vagyok jól, nem, egyáltalán nem. Tudod, most pont úgy érzem, mintha a fejem millió kis darabkára akarna szétrobbanni. Viszont egyszerűen fantasztikus éjszakánk volt tegnap. Egy hatalmas buliban voltunk a Reyes birtokon, és szenzációs volt. Táncoltunk, ittunk, nevettünk, és remekül mulattunk egész éjszaka. De hogy milyen jóképű és délceg férfiak voltak ott a partin, el sem hiszed, Raquel. Azon a helyen még a munkások is kész, adoniszok. Komolyan mondom, Raquelita, még Granadában sem láttam ennyi csinos és vonzó férfit. Mi? Miről beszélsz? Miért kéne szégyelnem? Nézd, Raquel! Ha azért hívtál, hogy kioktass engem, akkor le is tehetem! Igen. Nézd! Ruth! Kiválóan érzi magát! Megmentették, épp és egészséges, ráadásul jobban érzi magát, mint eddig valaha.
Hidd el, most igazán nem kell aggódnod érte, Rakelita. És ha tovább akarsz beszélgetni róla, kérlek szépen, folytassuk később, amikor már elmúlt ez a szörnyű másnaposság. Szia, Rakel! Édes Istenem, hol találok vizet? Hol találok sok vizet? Vízre van szükségem, mert úgy érzem magam, mint aki eltévedt a sivatagban. A konyhában találsz vizet? Na oda, anya, az a fürdőszoba! Most tényleg nem vagy magadnál? A konyhában, értem. Megmondanád, hol találok egy kis limonádét? Honnan a fenéből jöttél? Mit keresel ebben a házban, és miért nincs ruha rajtad? Csak egy üveg limonádét szeretnék. Anyu! Anyuci! Mit keres itt ez az elviselhetetlen fiú, aki nincs ruha? Mondd meg, hogy mit keres itt! Anya, válaszolj! Anyu! Están calculados y aunque sé que me muevo muy poco es mejor que parar encanado. Señor juez, usted tiene las leyes y las cartas muy a su favor, mas yo tengo por ley mi trabajo. Juan és Oscar elment Ruth-tal, Franco? Igen. Elmentek a nyomozóval, hogy megnézzék azokat a furcsa gödröket. Valószínűleg Dinora bérencei ásták ki őket, de nem akartam menni. Jól tette, hogy itt maradt. Találkozóra kell mennie. Semmihez sincs kedvem, pláne nem egy megbeszéléshez. Mindig nekem kell mennem, komolyan. Valami baj van? Semmi, csak egy kicsit kába vagyok. Azt hiszem, az lesz a legjobb, hogyha kilovagolok, hogy eltereljem a gondolataimat. Vagy hogy összefusson Sarita Elizondóval? Meg lehet. Miért ne? Viszlát! Remélem megtalálja. Úgy tűnik, nagy szüksége lenne rá.